A Szerencs VSE U16-os labdarúgói a Sárospataki Tornaklub csapatát fogadták április 14-én a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen. A szoros mérkőzésen mindkét csapat lendületesen kezdett és próbálta megszerezni a vezetést. A vendégek találtak előbb a hálóba a 17. percben, amit azonban a szerencsiek sem hagytak választ nélkül, ugyanis a 20. percben Jónás Kevin talált a Sárospatakiak kapujába, így 1-1-es eredménnyel zárult az első félidő. A második játék részben az ifjú labdarúgók gyors támadó játékkal küzdöttek az előnyért, aminek köszönhetően a vendégek a 60. percben ismét gólt lőttek, de a szerencsieknek a 65. percben sikerült újra kiegyenlíteni az eredményt, ami az összecsapás végéig nem változott. Végeredmény Szerencs VSE U16, Sárospataki Tornaklub U16 2-2. Csapatunk jelenleg a tabella 4. helyén áll.